Senki nem szólt semmit, nem értesített bennünket soha. Még mai napig sem nem értesítettek, miért, milyen okból vagy mi. Egyszerűen úgy nézheti az ember a dolgokat, hogy eltűnt és nincs. Én nem emlékszem, hogy mi valamikor is valamit megtudtunk, hogy miért történt, hogy miért vitték el. Állítólag azért, hogy magyarok vagyunk. Semmi ok nem volt rá. Anyám még szerb környezetben éltek, szerbek voltak a szomszédok ott, mind az volt a bűnünk, hogy magyarok voltunk. Hogy tudtuk átélni, ez borzalmas. De hát itt vagyunk. És mentünk, olyan jó volt. Novi Szádon a piacon vett nekem szép ruhát, piros rózsás, abba vett nagy masnit. Akkor az öcsének volt a lakodalma. Anyukám beült, szép kis barna lám voltam, ilyen siskám volt nyírva. Nagyon boldogan éreztem magamat, sajnos nem sokáig. Délvidék. A trianoni békekötéskor a magyar koronától a jugoszláv királysághoz csatolt Bácska, Bánát és Baranya lakosságának 58%-a magyar és német volt. Az új gazda, a jugoszláv királyság deklarált célja a területen a szláv fölény kialakítása volt. 1918 és 22 között a magyar állammal együtt távozott a délvidékről 35 ezer magyar állami alkalmazott, és majdnem háromszor ennyi, 92 ezer szerbet telepítettek be 1941-ig folyamatosan. Az itt maradt magyaroknak 20 év kevés volt nemzeti identitásuk feladásához, természetes örömmel fogadták a délvidéket visszafoglalni érkező magyar csapatokat. Légvári Sándor gyermekfejjel érte meg Horthy hadseregének bevonulását 1941. áprilisában. Mi átéltünk egy magyar időt. Az a magyar idő nekünk nagyon hiányzott, az a megelőző 25-6 év szerb királyság és jugoszláv királyság alatt való élésbe. Nekünk az nagyon hiányzott. Itt számtalan törvénnyel való visszaélés történt, ami mind a magyarok kárára, rovására ment. Itt így lélegeztek föl a magyarság, hogy végre magyarok vagyunk, végre magyarok. És avval is történt visszaélés, mert ugye most nálunk a hatalom, a magyarság közt is van salak, söpredék, szemétnép. És akkor olyanokon is bosszút álltak, akikre az... Talán nem lett volna szükség, akikre nem lett volna szükség, hogy azon is. A hazatért délvidéken a szokásos hadijognak megfelelően a honvédvezérkar katonai közigazgatást vezetett be a polgári adminisztráció kiépítéséig, melyre 1941. augusztus 21-én került sor. A konszolidáció ellenére a Bácska déli, többségében szerbek lakta területein, elsősorban a Tisza és a Duna összefolyásánál elhelyezkedő sajkás kerületben gyakoriak voltak a szerb csetnikek és kommunista partizánok lövöldözései, robbantgatásai, gyújtogatásai. Édesapám az elsők közt volt, aki jelentkezett ez a nemzet őr csoportban. Voltak ottan tizenvalahányan, akik hát szintén ott voltak velük. Ezek még akkor fegyvertelen nemzetőrök nem is volt. Fegyvertelenek. De közben a hadsereg haladt, és csúrogra ott rájuk lőttek, ott mindenféle disznóság, az, amit most eltakargattak, ezek a disznóságok azok megtörténtek, de a hadsereg tovább haladt, és a polgárőrség, azaz a nemzetőrök ott is körülöttek. És akkor itt kényszerleszállást végzett egy magyar repülőgép, és az a hadnagy és százados, akik itt leszálltak, azok szervezték meg ezt az egész védelmet, és utólag meg van állapítva, hogy csak Földváron nem volt véráldozata a magyar újrahonfoglalásra. Ennek a nemzetőrségnek is köszön. Nem azt mondom, hogy csak nekik, de ezeknek is köszönve, mert azért járőröztek. 1941. novemberében a partizán osztagok fegyveres támadásokat intéztek a magyar csendőr és honvéd alakulatok ellen. A világon sehol nem maradtak volna megtorlás nélkül a titói kommunista szabadcsapatok terrorakciói.
A sajkási partizán osztag és a zsabjai csendőrőrs között kirobbant halálos áldozatokat is követelő véres összecsapások vezettek a 3309, más források szerint 3340, főleg szerb nemzetiségű ember életét követelő 1942. januári hideg napokhoz. Az 1942-es eseménysorozat után 2,5 évvel jöttek a titói hatalomátvétel véres napjai. Legalább 130 helységben történtek atrocitások, az áldozatok számát máig csak becsülni lehet. A legkorábbi forrás a mincenti bíboroshoz befutó papi jelentések alapján 40 000-re becsülik az ártatlan civil áldozatok számát. Mára úgy tűnik, hogy levéltári adatokkal is bizonyíthatóan 15-20 000 embert ütöttek agyon különös kegyetlenséggel. Az áldozatokat utólag gyártott hamis feljelentések alapján háborús bűnössé, népellenségé nyilvánították. Így legálisan juthattak a meggyilkoltak ingó és ingatlan vagyonához. Elvitték öregapám nagykabátját, báránybíros nagykabátját. Elvitték édesapám zsebóráját. Én azért mondom, hogy tudják, hogy ez milyen háborús dolgok, ugye? Elvitték édesanyám stafirjának egy részét, amelyik jobban ragadta szemüket. Nem volt magyar jellegzetessége neki, az volt ő nekik a fontos, hogy az nehogy már valaki meglássa, hogy ha-ha, ezt raboltad ugye alapon. Biciklét édesapámnak, rádiónkat, ez rablás. Ez közönséges haszonszerzés volt. Tehát jócskán megcsortolták az itt élő magyarság szaporodó képes rétegét. 1944. október 1-én a szovjet hadsereg elérte a jugoszláv határt, és fokozatosan vette birtokba a bánsági, bácskai, drávaszögi, szerémségi részeket. Malinovszkij marsall csapatai áttörték a 3. magyar hadsereg arcvonalát, és a 2. ukrán front balszárnya október 8-án már Szegedet fenyegette. Magyarország számára a háború ekkor már elveszett. Látta ezt már az egyszerű honvéd is. Légvári Sándor dezertált. Miért hagyjon otthon árvákat, gondolta, ha az országon már úgysem segíthet? Az öregnek az ablaka. Szent Isten Sándor, mondja édesanyám. Négy üttél haza. Hallgass, anyukám, nem tudsz te semmit. Ezt a háborút már úgy is elvesztettük. Jobb nekem itthon a családommal. Megmentenek engem a szerb barátaim, mert neki az is volt. 1944. október 17-én Tito Versecen aláírta a jugoszláv népfelszabadító katonaság főparancsnokságának rendeletét, amely a bánsági, bácskai és a drávaszögi részeken katonai közigazgatást vezetett be. Itt Újvidéken erre bizonyítékunk van, hogy a szerb többség üvöltve fogadta a bevonuló partizánokat, és ütemre kiabálva követelték a bosszút. Odmázda, odmázda, bosszú, bosszú. Szilárd a meggyőződésem, hogy ez is hátulról, ez a gyűlölet szítás, ez zajlott akkor is az itteni kommunista vezetők részéről. Tito partizán hadserege folyamatosan erősödött. 41-ben 50 000-en, 43-ban már 300 000-en voltak, köztük egy német és egy magyar zászlóalj is. De Bácskában nem őket küldték. A terület parancsnokának Tito a spanyol frontot is megjárt, horvát származású Iván Rukavina tábornokot nevezte ki, és azonnal megkezdődött a kisebbségi kérdés megoldása, egyfajta listák alapján. Azt pontosan nem tudjuk, hogy kik állították össze a listákat, de logikus fejjel gondolkodva a listákat olyan személyeknek kellett, hogy összeállítsanak, akik idevalósiak voltak, vagy már régebb itt éltek Szabadkán, illetve környéken, mert ők kész listákkal álltak elő. És ezek a listák nem csak október 17-e után kezdtek készülni, ugyanis több dokumentum van arra, hogy már atrocitások, sőt, kivégzések is történtek október elején is, akkor, amikor még nem jártak itt a partizán csapatok. Szabadka Kisradanovác városrészében például állítólag két partizán nő készítette a listát. A két partizán lány, ők gyűjtötték be, volt nekük listájuk. Erről a részről 14 embert szedtek össze. A bosszú, a családban a bosszú volt a magyarok ellen. Sokan kistílű személyi ellentétek miatt váltak áldozattá, ahogy Király Pál édesapja is.
később szomszédunk volt. Ilyet zörgött az ablakon, és mondta, Sándor, menjél, meneküljél el, mert úgy látszik, hogy te is rajta vagy a listán, akit össze fognak szedni. Mi apánk úgy gondolta, hogy ő nem bűnös, hogy ő nincs mit, miért menekülnie, ő nem menekül. Légvári Sándort egy ismerőse adta partizán kézre. De ez a Lajos bácsi, magyar idő alatt, jócskán magyar volt. Nem módjával, hanem jócskán. Na most, hogy megmentse magát, föláldozta édesapámat. Jelezte, hogy ekkor és ekkor, itt és itt, várjátok és menni fog. És elkapták édesapámat. Az összeszedett civileket vallatás címen kínozták az alkalmi börtönökben. A túlélők beszámolóiból kegyetlen részletekre derült fény. A nőket sem kímélték. Egy partizán harmonikás magyar csárdásokat játszott, és anyámnak és a nagyanyámnak ugye, egymást összefogva csárdásozni kellett, miközben őket korbáccsal ütlegelték. Sőt, amikor ez nem volt elég, akkor asztalra fektették őket, és megtalpalták őket, tehát gumibotokkal összeverték a talpukat. A szarajevói merényletben is részt vett szerb ideológus Vása Csubrilovics 1944. november 3-án Titóhoz eljuttatott referátumában foglaltakat Titó szinte szóról szóra megvalósította. Partizánjai kíméletlenül leszámoltak minden olyan kisebbségivel, akik a magyar közigazgatás szolgálatában álltak. Idősebb Bogner József neve is így került a listára. Ő 38-ban jött, 1938-ban jött Szabadkára, mint tanár, és mint tanár dolgozott a gimnáziumban. Ez már végső soron elegendő volt ahhoz, hogy a közéleti szerepet vállaljon. Erre még megtetészte ezt a dolgot az, hogy mint meghívott országgyűlési képviselő 1942-ben kinevezi Bárdos őt országgyűlési képviselőnek. A kisebbségek tisztogatásánál külön figyelmet fordítottak az értelmiségre és a gazdagabb, módosabb társadalmi rétegekre. A papokat különösen kegyetlenül kínozták csak azért, mert hálaadó misét mondtak 41-ben a magyarok bejövetelekor. Matuska Márton kutatásai szerint legalább 30 egyházi személy esett áldozatul. A mozsori papot hazahozták, hát olyan kegyetlen módon megkínozták, hogy nem is tudták, hogy éle vagy hal-e. Azt hitték, hogy meghalt a templom, a katolikus templomba, az oltár előtt felállítottak egy tűzhelyet, és arra ráültették, és elevenen sütötték. És akkor földobták a hullák tetejére, fehér karingbe, és vitték a többivel együtt. Útközben fölalélt, és akkor meg felakasztották a futballpálya közelébe. Valahol ott is van eltemetve, nem a többivel. Özvegyek, árvák maradtak tömegesen délvidék szerte. Asszonyok tízezrei nevelték fel fér nélkül gyermekeiket. Egyszer édesanyám és a kortárs női összeszámolták olyan hadi árvák, akiknek a szüleit agyonverték, 37-en voltunk. Rencsényi Hajnal Elvira az áldozatok hozzátartozóival készített interjúi során figyelt fel a délvidéki asszony sorsokra. Azok az asszonyok, az özvegyek, illetve édesanyák, ugye, akiknek a férjeiket, illetve gyermeküket elhurcolták és meggyilkolták. Hát ezek a magyar asszonyok, ezek példát mutathatnának mindannyiunknak, hűségből, tisztességből, becsületességből. Én már a második kötetemet is elkészítettem, 58 áldozat hozzátartozójával beszélgettem, talán 4 vagy 5 olyan asszony van, aki élete során még egyszer megházasodott. Teleki Júlia apját Csúrogról vitték el. És a nővérem hordta neki zebédet 2 hétig a községháza udvarára, és egy nap azt mondták neki, hogy apád már nem éhes, és a nővérem látta, mint a kocsik fordulnak ki a községháza udvarából, és a kezek, lábak lógtak a kocsiról, és a kocsi aljából csorgott a vér. Etelka néni családjában nem maradt férfi Csúrogon. Nem csak édesapámat, a bátyámat is egyet kivégeztek. Azóta 4 család, 37 éves volt. Hogyan, mit mondjunk? Úgyhogy nekünk a rokonságból 13
szemét kivégeztek. A holtakat és a félholtakat a faluszéli dökkutakba, sintérgödrökbe, temetői árkokba, szeméttelepekre vitték. Többnyire az áldozatokkal előre kiásatott tömegsírokba lőtték őket. A sógorom, amikor itt dolgozott, ásták ezeket az árkokat, megkérdezték a partizántól, mi lesz itt. Azt mondta, mészárszék. Tehát ő nem fogta fel abban az időben, hogy fiatal volt, nem fogta fel, hogy az mit jelent az a mészárszék. Csak utóbb derült ki, Józsi bácsi sógora Józsi bácsi apjának ásta a Gödröt 44 őszén. Horváth István kisbíró kimászott a temerini tömegsírból. A temerineket hátulról géphegyverezték le, talán pontosan olyan meggondolásból, hogy ne tudják kiszámítani, hogy mikor érheti őket a lövedék. Nos, ő is belezuhant a tömegsírba, és később az éjleple alatt, amikor már beborították csekéke földdel a tömegsírt, akkor onnan előmászott, és hát a későbbiek során hosszú ideig bujkált, végül feladta magát a hatóságnak. A temerini kisbíró ártatlanságát bizonyítja, hogy sok évi bujkálás után visszakapta állását a temerini hivatalban. Nem tudom, hogy ezt szabad-e így. Hogy mi ezt nem ismertük nagyon mondani. Nem ismertünk beszélni róla. Én tudom, amikor kérdezték, hogy az apámat, akkor én azt mondtam mindig, hogy elvitték a partizánok, és ezzel én befejeztem, és nem tudtam, hogy miért. A gyász néma volt, hiszen a történtekről 50 évig nyilvánosan kevesen mertek beszélni. Légvári Sándor édesanyját is elvitték, de túlélte, és később elmondta a családtagoknak, hogy hogyan haltak meg a szeretteik. Mindenféle álhíreknek hírek terjengtek. Arról, hogy hol halt meg, hogy halt meg. Már 17 éves voltam, azért mindig vártam vissza, mert apával nevelni kicsit könnyebb volt akkor is, és egyszer édesanyám, mikor a Brasnyó Pista bácsi hazagyűjt, és elvezetett oda. És azt mondta, Pista bácsi, elvezettem ezt a gyereket, hogy mondja meg neki, érdemes, hogy várja az apját, mert ez még mindig nagyon várja. Azt mondta az öreg, Sanyikám, ne várd, mellettem verték agyon. Pintér József a Szent Tamáson történtekről írt monográfiát. Újsághirdetésben kereste a hozzátartozókat. Felkeresték túlélők is. Terembe falhoz állítva ment a partizán, húzd a lábat hátrébb, de már falnál volt a sarka. Puska aggyal rá szétcsapta a körmeit, akkor följajdultam, azt mondja, még mondtam, hogy húzd hátrébb. A Mária Terézia idején etájra telepített németek leszármazottait sem kímélték. A második világháború előtt még 500 000 éltek a délvidéken. Mára kevesebb, mint 5000 maradtak. Csak a származásunk miatt, azért, mert délvidéki svábok, vagyis németeknek születtünk itt, csak a származásunk miatt meg lett hurcolva a családom, bánsági születésű vagyok, bánát, ugye. Egyik rokonomat úgy végezték ki, hogy lefektették a földre, fölmásztak a partizánok, Tito kommunista partizánjai, fölmásztak az asztalra, és ugráltak rá a hasára, addig még nem végeztek vele. A jugoszláv kommunista hatalom a legyőzött nemzetek megbüntetésére több mint 80 koncentrációs tábort is működtetett. A helyiek által lógoroknak nevezett lágerekben rabszolgaként dolgoztatták a munkaképes felnőtt lakosságot. A különleges státusú táborokat a német és később a csurogi, zsabjai és mozsori magyar lakosság munkaképtelennek nyilvánított csoportjai számára létesítettek. Légvári Katalin 3 hónapos hadijárva volt, amikor édesanyjával, nagyszüleivel és nővérével együtt a járeki különleges státusú táborba hurcolták. A kisgyerekeseket ilyen nyitott vagonok vonat vitte a járekig, és ő nem abba a vagonba került, amibe a öreganyám, mert öreganyám fogta a testvéremet, anyám meg engemet, és nagyon megijedt, hogy na most mi lesz, hogyha lekapcsolják a vagont, vagy máshova viszik, és soha nem találkoznak. Azt tudom, hogy mondta, hogy egy helyre kerültek, körülbelül a 30-an voltak egy szobába, szalma volt bent, előtte valami katonák voltak, tele volt tetűve, csípták a tetők,
hát abban a 30-ból azt mondja, biztos egy 15-6 gyerek volt, ordítottak, sírtak, mert hát éhesek is voltak, meg fáztak is, január volt. Ahogy mondják, utána mínusz 23 fok volt. Mária 8 éves volt akkor. A Járeki Lógorban fél évet töltött testvéreivel, anyjával és nagyanyjával. Zsákokba össze volt törve kukorica, azt főzték vízbe, és akkor azt adtak enni. De 5 napig semmit. Semmit. Sírtunk, hogy adjanak. Hát nincs mit. És akkor, mint gyerekek. Hát megegyük, mintha nincs is, csak adjanak. Nem, 5 napig egy falatot se kaptunk. Aki átélte, átélte, aki nem, az annak annyi volt. A Járeki Lógorban 6429-en haltak meg, köztük 955 gyermek. A délvidéki lágerekben elpusztultak száma jóval meghaladja a 30 ezer főt. Mink úgy voltunk beszállásolva, paluszélin, és minden nap egy kocsival hordták a halottakat. Ott a temetőben ilyen nagy kriptályok voltak, német járek, német község volt, és akkor fönnyitták a kriptályt, amennyi abba befért, addig rakták. Ha megtelt, akkor másikat. A megölt magyarok özvegyeinek nagy része is megjárta a lógorokat. Szabadulásuk után ingó és ingatlan vagyonuktól megfosztva kétkezi munkából tartották el családjukat. Özvegy királyné például házaknál mosott. Volt olyan nagysága, aki ismerte a helyzetet, tudta, hogy milyen helyzetben van anya. Anya ott kapott reggelit, ebédet, vacsorát. És a vacsorát úgy adták anyának, hogy hazahozta nekünk, gyerekeknek a lábosba többet, nem csak amit ő megevett, hanem hogy többen ehettünk abból a vacsorából. És mi vártuk anyát haza munkával, hogy hozza az ennivalóval, és az olyan nagyon jó volt. Teleki Júlia túlélte a Járeki lágert. A mai napig kutat az áldozatok után, édesapját kivégezték, teljes családját kollektív háborús bűnössé nyilvánították. Édesanyja nővére is meghalt, mire végigvitte családja rehabilitációját. De mi nem akarunk csontokat számlálni, hogy kinek mennyi halottja volt, hanem azt akarjuk, hogy ismerjék már el egyszer. Mondják ki nyíltan, mondják ki a mindenkori szerb kormányunk, hogy igenis 1944 és 45-ben nagyon sok magyar kivégeztek. Majd akkor lesz az igazi megbékélés. Nem avval lesz az igazi megbékélés, hogy itt van az emléktábla, és eljöttek egyszer fejet hajtani, és nem kértek bocsánatot. Még mi mindig várjuk, mi túlélünk, még mindig várjuk a bocsánatkérést. És egyszer, hogy kimondják, hogy igenis, ez meg ez történt, akkor lesz az igazi megbékélés. De addig nem. Mert elhallgatták a szörnyűségeket, az unokák, a fiak, a tettesek unokái, a tettesek fiai, a kommunista vezérek fiai úgy gondolták, hogy apám megtette, örökapám megtette, van-e baja? Milyen baj esett? Semmi. Sőt, nemhogy nem esett baja, kapott kitüntetést, a vörös csillagos kitüntetést, kapta svábok magyarok házát, kapta svábok magyarok földjeit, szóval lehet. Ez volt az a borzasztó hamis üzenet, hogy a tömegmészárlás után nincs büntetés, és megismétlődött a délszláv térségben borzasztó módon mind az, amiről hallottunk, olvastunk, hogy megtörtént a délvidéki svábsággal és magyarokkal, ugyanez megtörtént a délszláv térségben szörnyű módon a 90-es évek elején. A magyar állam határozott fellépésének, a civilek kitartó küzdelmének és a helyi politikai erőknek köszönhetően Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök 2014. november 3-án a 70. évfordulóra bejelentette, hogy a szerb kormány hatályon kívül helyezte a Mozsor, Zsabja és Csúrog lakosságát kollektíven háborús bűnösnek nyilvánító jogszabályt. Az áldozatok névsora még nem teljes, ahogyan a közel 70 tömegsír nagy része jelöletlen, csak az emlékezet őrzi a helyüket. Rátelepítettek a kácerdőt aztán a tömegsírokra. Az egyikre most még szeméttelepet is telepítettek a legtávolabbira. Ez Fekete-hegy meg Szent Tamás közt körülbelül fél úton van. Szeméttelep, elhagyott temető, sportpálya és buszpályaudvar. Gaz és szemét, beton és salak alatt magyarok tömegsírjai délvidék szerte.
Az áldozatok hozzátartozói magyarok és németek együtt emlékeznek. Sürgetik a történtek teljes feltárását, a megbélyegzettek tényleges és teljes rehabilitációját, a tömegsírok környezetének rendbetételét és méltó megjelölését. Légvári Sándor bácsföldvári építőmester a magyar állampolgárságát visszaszerezte, de nem kért világútlevelet. Talán sose hagyta elősei földjét. 18 keresztet faragott, ácsolt a csúrogi tömegsírra. Ez a föld a tied. Ha elmész, visszavár, írta az egyikre. Öregapám, hát egyszer megkérdeztem. Öregapám, mi jó az nekünk, hogy magyarok vagyunk? Hát, tudod, fiam, van a család, van a nemzet, és ez a hovatartozásunkat igazolja. Néha úgy elérzékenyülök csak azon a tudaton, hogy magyar vagyok és magyar lehetek.